Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már itt megszokhatták az elmúlt napokban. Az év vége jó alkalom arra, hogy egy kicsit előre tekintsünk, de arra is, hogy értékeljük az elmúlt esztendőt, illetve hát az idei évet. Stúdiónk vendége Cser Palkovics András székesfehérvár polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy beszélgethetünk Fehérvárról, és köszöntöm a televízió kedves nézőit. 2017-es esztendőt, hogyha egy mondattal vagy gondolattal kellene jellemezni, akkor mi lenne az, ami az idei évet jellemezte? Szerintem egy kicsit közhelyszerű, hogy nagyon gyorsan elszaladt ez az esztendő, de szerintem ezt mindenki így érzi a saját életében is, és bizonyára ez azért is alakul ki az emberben, mert hogy nagyon sok minden történt, és ezáltal még gyorsabbnak tűnt az idő szaladása 2017-ben. Azt gondolom, hogy valóban sok területen tudtunk előrelépni, sok fejlesztést elvégeztünk, eldöntöttünk, nagyon sok rendezvény, esemény volt a városban, és ahogy egy nagyváros életével szokott, voltak problémák, próbáltuk rá keresni a választ, és ez a sok-sok munka, ez azt eredményezte, hogy az ember úgy érzi, mintha tegnap ült volna ugyanitt évet értékelni 2016 végén. A gazdaság vonatkozásában ilyenkor azért mindig egy kicsit a számokat is meg szoktuk nézni. Mi várható 2017 kapcsán, mit tudunk majd elmondani? Azt lehet elmondani, ebben is egy kicsit hasonlít az esztendő a tavalyi évhez, hiszen tavaly ilyenkor azt tudtuk mondani, hogy minden rekordot a város gazdasága megdöntött. Elmondhatjuk szerencsére, hogy 2016-hoz képest ez így volt 17-ben is, tehát ami rekordokat eddig a város felállította, azokat most szerencsére sikerült átlépni és magasabbra emelni ezt a bizonyos gazdasági fejlettségi lécet. Ez nyilván azért nagyon fontos, hiszen ez a város fejlődésének is az egyik legfontosabb záloga és alapköve. Ugye az évvégi zárások környékén vagyunk ebben a vonatkozásban is, de elmondható, hogy a talán legfontosabb fokmérő a helyi gazdaság éves teljesítményét tekintve az az iparüzési adó, és az iparüzési adó bevétel az jelentősen meghaladta a 2016-os egyébként szintén rekordnak számító összeget, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert túl azon, hogy azt jelzi, hogy a gazdaság növekedett, ez adja meg a városnak, az önkormányzatnak azt a szabad mozgásteret, amit saját erős fejlesztésekre tudunk elkölteni, és hát nyilván ennek a plusz forrásnak egy része az azt jelenti, hogy nem is idén költöttük el, hanem majd a következő években fog újabb fejlesztésekben megjelenni, és ezért én bízom benne, hogy amikor az emberek járnak, kelnek a városban, a saját városrészükben, lakókörnyezetükben, akkor látják a fejlődést, és látják azt a törekvésünket is megvalósulni, hogy minden városrészben történjen előrelépés, minden városrészben történjenek olyan fejlesztések, hogy az ott élők érzékelik a saját lakókörnyezetükben a fejlődést. Ennek az alapja az Európai Uniós és az állami forrásokon túl a helyi gazdaság által megtermelt helyi adó, és ebben az esztendőben szerencsére a helyi gazdaság jól teljesített. Soha nem szabad azonban elfelejteni, hogy ugyanezt vállalkozások fizetik, de a gazdasági szereplőknél nap mint nap teszik a dolgokat azok az emberek, akik dolgoznak, és akik ezen tevékenységükön keresztül hozzájárulnak a város fejlődéséhez. És olyan nagy mértékben teszik ezt, hogy továbbra is magánszemélynek helyi adót Fehérváron nem kell fizetnie, így a magánszemélyek helyi adóját nem tudjuk az egyes években összehasonlítani, mi szerencsére ilyen adatok, ahogy mondani szokták, nem kell, hogy a rendelkezésünkre álljanak, de az ipar, a gazdaság, a szolgáltatások, a kereskedelem az jól teljesített 2017-ben is. Akkor ezek azok a források, amit aztán utakra, járdákra, vagy akár intézményekre, óvodákra, bölcsödékre, vagy akár egészségügyre tud fordítani a város, hogyha jól értem. Valóban így van. Ezekből a forrásokból tudjuk gyakorlatilag a város üzemeltetési feladatokat is ellátni, és a város fejlesztését is megvalósítani. Azért összehasonlítva néhány adatot azt gondolom, érdemes talán elmondani. Az Európai Uniós források 2013 és 20 között összesen 18,5 milliárd forintot tesznek lehetővé, hogy fejlesztésekre fordítsunk. A Modern Városok Program keretében a magyar államtól olyan 70-80 milliárd forint körüli összegre van megállapodásunk, és a saját erős fejlesztés pedig 2017-ben több mint 6 milliárd forint összértékben valósult meg. Tehát nyugodtan azt mondhatjuk, hogy az egyik legjelentősebb fejlesztési forrás, ezt évről évre a helyi gazdaság termeli meg az önkormányzatnak, és hát ebből nem csak fejlesztéseket valósítunk meg, hanem támogatjuk a közoktatást, szakképzést, mondjuk a Széchenyi iskolában ugye egy 3D-s nyomtató volt, ennek pár héttel ezelőtt egy
jó példája, ugyanúgy, mint az Óbudai Egyetemet, a Corvinus Egyetemet, vagy a Kodolányi János Főiskolát, tehát a felsőoktatást is, a duális képzést, amelyben nagyon erős és szerencsére fejlődő pályán van a város, de hát ebből üzemeltetjük az intézményeket, ebből tudjuk azt megvalósítani, hogy civil szervezeteket támogassunk, ebben az évben is több száz civil szervezetnek adott az önkormányzat különböző alapokból működésre, fejlesztésre, programok megvalósítására forrásokat, ebből tudunk sportot támogatni, kiemelten kultúrát támogatni, környezetvédelmi célokat megvalósítani, vagy például a kórháznak az idei támogatása is ebből került biztosításra. Tehát amit igazán a helyi gazdaságban megtermelünk, az adja azt a plusz mozgásteret, amitől meggyőződésem szerint Fehérvár gyorsabban és nagyobb léptékben tud fejlődni, mint adott esetben a magyar települések zöme. Ez adja meg a saját lehetőséget. Ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy nincs a városháza pincéjében egy pénzverde, ahol nyomnánk folyamatosan a bankókat, amivel ezeket a fejlesztéseket megvalósítjuk, azt tudjuk elkölteni, amit a helyi gazdaság, az Európai Unió, illetve az állam biztosít a város fejlődésére. Ez egy nagyon-nagyon szép összeg, viszont azt is jelenti, hogy ez egyben egy keretet is jelent. Ütemezetten tudunk előre haladni, ez így volt 2017-ben is, de még egyszer én bízom abban, hogy mindenki érzi a városban a fejlődést, és ezúton is türelmet és megértést is szeretném megköszönni, amit ebben az évben az adott fejlesztések környékén élők, azokat a fejlesztéseket, hát mondjuk úgy, hogy elviselő emberektől, hiszen minden ilyen útépítés, járdaépítés, valamilyen jellegű építészeti beavatkozás, építkezés, az bizony jár porral, zajjal, idővel, ezt nehéz megúszni, vagy nem is lehet, de talán a végeredmény mindenhol mindenkit kárpótol ebben a tekintetben. Említette a kormányzati forrásokat, a Modern Városok programot. Itt most hogyan állunk, melyik fázisában vannak ezek a fejlesztések? Kezdjük a kórház belgyógyászati tömbben, illetve tegyük hozzá, hogy ez ugye jóval több mint 400 új parkoló is társul reményeink szerint. Itt jogerős építési engedélyünk van már, és ezekben a napokban valamikor az állam kiírja a feltételes közbeszerzési eljárást már a kivitelezési munkákra, illetve az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére. A rendezvénycsarnok tekintetében nem csak jogerős építési engedélyünk van, hanem a kiviteli tervek is elkészültek, kiírtuk a kivitelezésre a feltételes közbeszerzési eljárást, ezt valamikor majd tavasszal fogjuk tudni elbírálni. A középiskolai kampusz első üteme tekintetében, ami a Vasvári Gimnázium vadonatúj épületét, illetve a Kodolányi János középiskola épületének felújítását jelenti, tornacsarnokokat jelent, és területrendezést. Itt elkészült és engedélyezés alatt van a terv, a második ütem tekintetében is egyébként elkészültek a tervek, szeretnénk jövő év elején kiírni az első ütem vonatkozásában a közbeszerzési eljárást. A Fekete-Sas szálló esetében dolgoznak a tervezők a felújításon, a Fehérvár Tüdeje programban megvásároltuk az alsóvárosi rétet, ugye az állam közel 1,1 milliárd forintos támogatásából. Ez az egyébként az egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházás, és nem csak azért, ami ott meg fog történni, vagy a baltavárosi tavak környékén, hanem azért is, mert a korábbi besorolás alapján ez egy magántulajdonban lévő ingatlanként iparral, gazdasággal beépíthető terület lett volna. Azáltal, hogy ezt meg tudtuk vásárolni, át tudjuk, és ez a folyamat a végéhez közeledik, sorolni gazdasági övezetből zöld övezetbe. Ezzel hosszú távon is garantáljuk, hogy ott nem fog történni beépítés, tehát továbbra is a levegő tisztaságot fogja szolgálni a városban. Én úgy gondolom, ez egy nagyon fontos és kiemelt beruházás. Elkészültek az alapkoncepciótervek az Icsi Liget és a belváros további megnagyobbítása tekintetében. Itt még az állammal számos egyeztetésünk van, hogy melyik változatot hogyan fogjuk tudni elfogadtatni. A Velencei tó tekintetében támogatási megállapodással rendelkezünk már az utolsó napokban, az években született egyébként ez meg. A Velencei tónál található fehérvári tábor felújítása tekintetében, aminek azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokan örülnek, úgyhogy folyamatosan zajlanak az előkészítési, tervezési, engedélyezési munkák. A reptér ügyében várjuk, hogy milyen kormányzati döntés született. Remélem, hogy lassan most már ezt is múlt időbe tudjuk tenni, és pontosan tájékoztatni tudjuk az embereket, hogy akkor ott is milyen ütemezésre, milyen programok fognak megvalósulni. Látszik, ezeket a programokat kiegészítve és átgondolva az Európai Uniós forrásos top keretből megvalósuló fejlesztésekkel, vagy éppen a saját erős fejlesztésekkel, Sára program, Ibli program, Kégli program esetében,
hogy ma a legnagyobb kérdés, furcsa ilyet kimondani Magyarországon, de nem is igazán a pénzügyi kérdés, hiszen jelentős források állnak szerencsére rendelkezésünkre, hanem sokkal inkább, hogy az építőipari kapacitás hogyan bírja ezeket a fejlesztéseket, és ennek abszolút a tervezői oldalától kezdve a kivitelező oldaláig nézve, ez ma azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás, és úgy látjuk, úgy érzékeljük, hogy ez a következő években is az egyik legnagyobb megoldandó kérdés lesz. Jó minőségben, tisztességes, jó áron tudjuk ezeket a fejlesztéseket megvalósítani. Hogyha már az építőipar kapacitását említette, akkor azt hiszem, hogy tényleg egy másik olyan terület, ahol a kapacitás vagy a munkaerő kérdése az ugye egy ilyen központi dolog, az a valóságos munkaerőpiac. Mi a helyzet? Van bőséges, megfelelő munkaerő itt a térségben, Székesfehérváron? Most nyilván a gazdasági szereplők itt lennének, akkor ők azt mondanák, hogy most már egyre feszítőbb a kérdés, és ebben én azt gondolom, hogy igazuk is van, és ezt egyébként nem csak a gazdaság területén, hanem mondjuk az önkormányzat által fenntartott intézményrendszerben is érzékeljük, a városüzemeltetésben is érzékeljük, hiszen nyilván munkaerő kell ahhoz is, hogy mondjuk a közterületeinket rendbe tudjuk tartani, hogy füvet tudjunk nyírni, vagy télen, ha van éppen hó, akkor havat tudjunk takarítani. Ez mind-mind ember kell, és a gazdaság fejlődéséhez is kell szakképzett munkaerő. Ebben természetesen próbálunk sokat tenni gazdasági szereplőkkel és az állammal együtt annak érdekében, hogy a szakképzést tudjuk erősíteni, hogy a gimnáziumi képzés egyre jobb infrastruktúrális keretek között történjen meg, illetve hogy a felsőoktatás és az ehhez kapcsolódó felnőtt oktatás is tudjon fejlődni a városban. Különösen a duális képzés tekintetében azt gondolom, hogy nagy eredmény, hogy az ország egyik legnagyobb duális képzőhelye most már Székesfehérvár. De emellett azt is látni kell, hogy bizony a ipari cégek a termelésben egyre nagyobb léptékben és arányban használnak robottechnológiát. Ez egy nagy kihívás lesz, azt gondolom, hogy a világgazdasága előtt, de ezen belül azt gondolom, hogy Fehérvár előtt is közös feladatunk, hogy ezt az újabb, nyugodtan mondhatjuk, hogy korszakváltást a sikerrel tudja a város átélni, és ugyanúgy a versenyelőnyét nem, hogy megtartja a város, hanem reményeink szerint még tovább fogja tudni növelni, azáltal, hogy a világ legmodernebb technológia már megtalálható a fehérvári gazdaságban. Ez pedig azt jelenti, hogy ezért nem kell elmenni a világ másik végébe, ez itt van Székesfehérváron. Ha valaki ennek szenteli a tanulóéveit, vagy felnőtt képzésben a továbbképzését, akkor azt gondolom, hogy nagyon szép egzisztencia is elérhető ezzel összefüggésben. De ehhez meg kell teremteni az oktatási rendszert, és ebben van a városnak is szerepe, nem csak az államnak. Ezért indítottuk el ugye az idején az Alba Innovárt, amire azt gondolom, hogy joggal lehetünk büszkék, hiszen nem csak Magyarországon, hanem Európában sem találunk igazán ilyen jellegű digitális élményközpontot és képzőközpontot a fiatalok számára. Ezért fogjuk jövőre elindítani, és az alapdöntést erről már a város meghozta, az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán belül egy robotikával foglalkozó tanszéknek, intézetnek a fejlesztését, hiszen ez lehet a következő lépés, és ezért gondolkodunk az Alba Innovár 2-ben is, amely kicsit összekapcsolja ezt a digitális korszakot, digitális technológiát a robot technológiával, ugye ez az ipar 4-es változatú jövőképe, amiben városnak meg kell találni azt gondolom, hogy a saját helyét és saját szerepét, nem elfelejtve, hogy ez társadalmi kérdéseket is felvet, nem csak gazdasági kérdéseket, hogy hogyan fogunk együtt élni mondjuk úgy, hogy a robotokkal mondjuk a munkahelyeken, hogy ez mit jelent adott esetben, milyen társadalmi feszültségeket okoz vagy okozhat, ezeket hogyan lehet elkerülni, hogyan lehet kezelni. Úgyhogy például szerintem 18-ban egy nagyon fontos törekvésünk kell, hogy legyen, hogy egy ezzel foglalkozó és egy kicsit városkutatással foglalkozó intézményt, intézetet, nyilván nem nagy létszámról kell itt gondolkodni, de ami a nemzetközi trendeket is figyelemmel tudja kísérni, el tudjunk indítani. Ezt jövőre szeretnénk megvalósítani, hogy legyen nemzetközi összehasonlításunk, például ezeknek a technológiáknak a társadalomra gyakorolt hatásáról, nem elfelejtve, hogy itt muszáj, hogy kilépjünk a nemzetközi porondra, mert Magyarországon e tekintetben sem nagyon van a városnak versenytársa, tehát nincs hova mennünk mondjuk úgy, hogy jó példákat megnézni, vagy hatásokat megnézni, ez el kell menni a világ azon fejlett gazdasággal rendelkező régióiba, ahol ez a kérdés már jelen van, és meg kell nézni, hogy ők ezekkel a kérdésekkel hogyan szembesültek, milyen kihívásokat jelent ez a város számára, és mit kell ennek érdekében tenni. Mondhatjuk azt, hogy akkor előre menekülünk.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy a tekintetben is egy korszakos kérdésről van szó, hogy tudjuk, hogy ennek a városnak az ipara már a 20. század elején elkezdett fejlődni, nyilván ez megerősödik a 30-as években, aztán nyilván sajnos a háború ezen is sok mindent változtat, de utána itt van a szocialista nagyipar, amiről sok mindent mondhatunk, de az egészen biztos, hogy megerősítette a gazdasági erőcentrum jellegét Székesfehérvárnak, nem elfelejtve, hogy nem nagyon volt és van olyan családja Fehérvárnak, amelyik az Ikarushoz, a Videotonhoz, a Köfémhez valamilyen módon ne kapcsolódott volna. Ez az ipar nagyon nehéz helyzetbe kerül a 80-as évek végére, 90-es évek elejére. Ott van egy nagyon fontos korszakváltás, hogy erre hogyan épül rá egy modern ipar. Ez megtörtént, és most pedig szerintem itt vagyunk egy következő hasonló jellegű és nagyságú változásnál, a robotikának és a digitalizációnak a termelésben való megjelenésénél. Erre föl kell készíteni a fiatalokat, és azt gondolom, hogy a felnőtteket is segíteni kell, hogy ebben a világban is megtalálják a helyüket. E tekintetben szerintem egy újabb korszakváltás van, és mindent szeretnénk megtenni annak érdekében, hogy ennek a korszakváltásnak a végén azt tudjuk mondani, hogy Fehérvár ennek a korszaknak is nyertese, ezáltal a következő évtizedekben is a legfontosabb gazdasági központja magyar a gazdaságnak. Nyertese csak úgy, mint az új közösségi tereknek, ami mondjuk gyakorlatilag a belváros felújításával tényleg egy ilyen nagyon-nagyon klassz új közösségi tér alakult, amihez aztán számos közösségi esemény csatlakozik. És én úgy látom, hogy ezeket a közösségi tereket és a közösségi eseményeket egyaránt szeretik az emberek. A fehérváriak ugyanúgy, mint az ide látogató magyar vagy éppen külföldi turisták. Látszik a látogatószámon, látszik a turistaszámnak a folyamatos dinamikus emelkedésén, hogy van értelme ezen a területen is fejleszteni és fejlődni. Ezúton is köszönet annak a nem kis csapatnak, aki egyébként ezen dolgozik, beleértve a rendezvényszervezőket, beleértve a technológiákkal, technikákkal foglalkozó szakembereket, sajtó munkatársait, akik ennek a hírét viszik, adott esetben segítenek nekünk, hogy az emberekhez eljusson az információ, hogy mikor, hol, milyen program van. De nyilván nem csinálnánk ezt, nem lenne értelme, ha magunk lennék ott ezeken a rendezvényeken, de hát elég a nyári időszakra gondolni, az adventi időszakra, a tavaszi nagy fesztiválokra, az őszi fesztiválokra. Most már szerencsére, én még azért látok, de már nem sokat. És azokat a lyukakat is próbáljuk jó színvonalas minőségi rendezvényekkel megtölteni. Én hiszek a közösség erejében, tehát én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb úgy élni, sokkal vidámabb az élet akkor, hogyha vannak rendezvények, vannak események, vannak közösségi terek, és az látszik, hogyha van közösségi tér, ott az emberek, a családok, a barátok jönnek, kiülnek a teraszokra, beszélgetnek, jól érzik magukat, részt vesznek a különböző programokon. És én nagyon nagy örömmel szoktam a városházi irodám ablakából nézni a belvárost, ahogy mozog, ahogy él, hogy az emberek sétálnak, akár most a karácsonyi vásárba is, ami nem véletlenül lett az országban az egyik legjobbnak választott, és úgy látom, hogy az emberek ezt visszaigazolják. Szeretik, igénylik ezeket a programokat, tereket, és azt gondolom, hogy abban is tudtunk előrelépni megint, hogy ezek ne csak a belvárosra koncentrálódjanak. Hát ha a Túrozsáki sportcentrumot megnézzük, mondjuk, vagy a Salétrum utca környékének a felújítását, akkor úgy gondolom, hogy léptünk a tekintetben is előre, hogy különböző városrészekben meglegyenek ezek a közösségi terek. Fekete egy száraz réten a Kultúrudvar, ami most már számos rendezvény lebonyolítására alkalmas, és most már nagyon sok dologra helyszíne, és ezen fogjuk ezt a programot folytatni. Van elképzelésünk hasonló a Börgöndön, Csalán is nézzünk már egy ingatlant, amit erre a célra szeretne a város megvásárolni. Ugye a palotavárosi tavak környéke fog, azt gondolom, hogy jelentősen átalakulni, új közösségi tereket kapni. A Vízivárosban is van ilyen elképzelésünk, és ugye azáltal, hogy folyamatosan a Királysorból az erőmű költözik ki a részben a Bakony utcába. Ez azt fogja eredményezni, hogy 2-3 év múlva már gondolkodhatunk annak a területnek a rehabilitációján, és hát hogy a napokkal ezelőtt benyújtott Európa Kulturális Főváros a pályázatnak pont az egyik legfontosabb célterülete, az a Királysori erőműnek a területe, illetve a Malomnak a felújítását eredményezni. Én úgy gondolom, hogy ez sokkal inkább egy a belváros széles értelembe vett részéhez tartozó területhez illő koncepció, mint az erőmű, nem elfelejtve, hogy annak idején az erőművet is a város szélére tervezték és építették meg, de hát olyan kiterjedt, hogy gyakorlatilag szinte a belváros egy részéről beszélünk. Ha már belváros és kultúra, akkor a múzeum is számos eseménynek adott otthont. Én egy kicsit hazahúzok ebben a témában, a SZEU zókincsek is itt voltak Fehérváron.
27.528 látogató, 3 hét alatt ez minden szempontból rekord, de rekord a Búzonvé összlátogatottság is, hiszen több mint 187.000 ember látogatta meg a különböző múzeumhoz tartozó kiállításokat, ami azt gondolom, hogy nem csak rekord, hiszen 80.000-rel több talán, mint a tavalyi évben, és már az is bőven rekord volt, hiszen a pár tízezerhez képest azért most már megközelíteni egy 200.000-es látogató számot, az egy vidéki múzeumban óriási előrelépés. Szerintem sok országos múzeum is örülne ilyen látogató számnak. A kulturális élet szerintem nagyban hozzátartozik a város életéhez. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy az egy dolog, hogy az embereknek magyar viszonylatban, de biztos egzisztenciát megteremtő munkahelyük van, de azt is fontos biztosítani, és ajánlatot tenni jó értelembe vett az embereknek, hogy mit csinálnak a munkaidőn kívül, mit csinálnak az esti órákban, mit csinálnak hétvégén, hogyan tudják jól eltölteni a szabadidejüket, legyen ez akár sport, akár pedig kultúra, akár rendezvények, adjunk ennek teret. Szerintem nagyon szépen fejlődött a zenekarunk ebben az esztendőben. A színház azt gondolom, hogy továbbra is az ország legjobb színházai között van. A rendezvény paletta tovább tudott szélesedni, gondoljuk mondjuk a fiataloknak biztosított Hello nyár rendezvényre, de hát szerencsére a Fezen is nagyon jól sikerült 2017-ben is, és ezen az úton megyünk tovább 2018-ban. Szeretnénk átvenni a táncházat, szeretnénk átvenni a barátságmozinak a működtetését, és a kortárs tánc vonatkozásában pedig vannak nagyra törő tervek a kortárs balett irányába, ugye? Hogy ez majd milyen formában, ez még a következő hónapoknak a kérdése lehet, de talán már sokak számára ismert, hogy 4 nagyon magasra jegyzett külföldi táncos már itt él a városban. Őket remélem, hogy a jövő évben már sokat lehet látni. Egyébként most 2 ünnep között már Fehérvári Balettársaság néven fognak Budapesten fellépni. Én bízom benne, hogy ezen a területen is előre tudunk lépni. Nem elfelejtve, hogy nem véletlenül pályáztunk Európa Kulturális Fővárosa címre 2023 tekintetében. Hiszünk abba, hogy az életminőséghez hozzátartozik a szabadidő eltöltésének a lehetősége is, és ebben a kultúra közösségformáló erejével nyilván egy szerves része kell, hogy legyen, és az EKF az nem egy cél, hanem sokkal inkább egy eszköz, hogy ezen az úton gyorsabb ütemben tudjunk előre menni, de ha esetleg nem mi leszünk Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban, akkor is ezeknek a céloknak jelentős részét és arányát legfeljebb kicsit lassabban, vagy más ütemezéssel, de szeretnénk megvalósítani. Tehát az út az meg lesz mindenképpen. Az út az mindenképpen meg lesz, és itt szerintem fontos azt is elmondani, amikor szociális kérdésekről szoktunk beszélgetni, akkor néha elfeledkezünk 3 fontos eleméről ebben a tekintetben Fehérvárnak. Az egyik, hogy helyi adót magánszemély nem fizet, ez sok-sok ezer forint megtakarítást minden egyes háztartásnak, minden egyes családnak havonta. Másodszorban, hogy a rendezvények egy jelentős része ingyen látogatható, tehát nem attól függ a részvétel, hogy kinek van pénze megvenni a jegyeket, és kinek nincs pénze megvenni a jegyeknek. Harmadik pedig, hogy rengeteg olyan sportolási lehetőséget tudunk kialakítani, mondjuk a Túrozsáki úton, vagy jövőre a Palotavárosban, ami ingyenesen vehető igénybe, amiért nem kell fizetni, ahol gyakorlatilag az embernek csak a saját idejét, energiáját kell úgymond áldozni a saját egészsége érdekében, és aztán ingyen kap sportolási lehetőséget. Ez 3 nagyon fontos és összközösségi erőt fejlesztő, de szociális kérdések tekintetében is azt gondolom, hogy nyugodtan pozitív példaként említhető lépés sorozata és területe a városnak. Sokan tudják önről, hogy sportrajongó, hogyan látja a sport eredményeket itt Székesfehérváron? Ahol elindulunk, szeretnénk nyerni, ez nem sikerült 2017-ben minden bajnokságban, úgyhogy van még mit javítani, de a tréfát félretéve, a legfontosabb célját azt, hogy a közösségi erőt azt megteremtse a városban, azt gondolom a sport 17-ben is elérte, hiszen magas látogató számokat mutatnak a különböző sportesemények. Emellett nagyon-nagyon sokan sportolnak, és nagyon sok gyermek sportol, akár a szabadidősport, akár a diáksport, az iskolai sport, akár pedig az utánpótlás tekintetében. De hát szerencsére ugye nyertünk bajnoki címet, kosárlabdában Magyar Kupát, kosárlabdában dobogón végeztünk, ugye, fociban. Én azt gondolom, hogy jégkorong továbbra is a magyar jégkorong,
Fellegvára kézilabdába jönnek föl a fiatalok, ez mindenképpen érezhető. Amerikai fociban nagyot léptünk előre, és ugye néhány hét múlva az első, már a legfelsőbb osztályba is bemutatkozást jelentő mérkőzést játsza a csapat, ráadásul ott is elindulnak az osztrák ligába, tehát ott is lesz egy nemzetközi kitekintés. Az öttusázók nagyon szépen szerepeltek, nem elfelejtve, hogy egy junior világesemény az az év legjobban szervezett öttusa versenyének választott a Nemzetközi Szövetség. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés és rang, nem elfelejtve, hogy felnőtt Európa bajnokságnak adunk otthont 2018-ban, és az sem, hogy egyébként a triatlon is versenyszinten, ráadásul Európa bajnoki versenyszintjén be fog lépni a város sportéletébe 2018-ban. Tehát azt gondolom, hogy lesz kihívás, és van kihívás előttünk a létesítmények megtöltése tekintetében is, hiszen nyárra el fog készülni, vagy nyár végén már használni lehet az új stadion. A rendezvénycsarnok remélem, hogy másfél-két év múlva be fog lépni, új lehetőséget ad ugye a Budai úton a Corvinusszal közösen álmodtunk meg egy olyan csarnokot, ami egyben a Corvinusnak egy egyetemi központja is lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a fejlesztések is azt mutatják, hogy a sport továbbra is meghatározó, ahogy divatosan szokták mondani, egy stratégiai ága a városnak. Nagyon fontos a közösség teremtő ereje okán, de nagyon fontos azt gondolom, hogy a prevenció és az egészségügy vonatkozásában is. Sok eredményről és fejlesztésről beszéltünk. Hogyha ki kéne emelni egy dolgot a 2017-es esztendőben, akkor mi lenne az, ami a mondjuk pozitívumként példa, és mi az, ami negatívum volt? A legnehezebb az azt gondolom, hogy két terület, az egyrészt a közlekedést, meglepő lett volna talán, ha nem ezt mondom. A másik pedig, hogy az építőiparban hogyan tudjuk megoldani ezt a kivitelező hiányos problémakört. Ez azt gondolom, hogy két nagy kihívás a következő évek vonatkozásában Fehérváron. A pozitívumokról meg ebbe az összefüggésben lehet, hogy nem a polgármester a legautentikusabb személy, mert ő szükségképpen elfogult, hanem nyilván az emberek. Én azt érzékelem, hogy az emberek értik, hogy mifele megy a város, szeretnének ebbe beleszólni, van javaslatuk, ötletük, ezt ezúton is szeretném kérni, hogy a közösségi médián, vagy akár közvetlenül hozzám is nyugodtan juttassák el, ebből mi is tanulunk, és mi is ebből nagyon sok fejlesztést aztán meg is tudunk valósítani. Én mindig azt gondolom egy évnek az elején, hogy a legfontosabb, hogy az év végére egy kicsit erősebb közösségé tudjunk válni. Ha ez így történt 17-ben, akkor számomra biztos, hogy ez a legnagyobb pozitívum. 2018 mit hozhat? Hát mondhatnánk, hogy egy nagyon izgalmas évet, és azt gondolom, hogy pontosan sejti mindenki, hogy milyen területeken lesz ez nagyon-nagyon izgalmas. A fejlesztések tekintetében nem lesz kevesebb fejlesztés 18-ban sem, mint 17-ben volt. Én remélem, hogy a helyi gazdaság az legalább annyira gyors növekedési pályán fog mozogni, mint ebben az évben, vagy az előző esztendőkben. Én remélem, hogy közösségként a rendezvényeket is segítségül hívva, a sportot, kultúrát segítségül hívva tudunk előrelépni. Én remélem, hogy mind az alapellátás, mind pedig a kórházi ellátás tekintetében lesznek fejlesztések a kórház és az egészségügy tekintetében, a házi orvosi körzetek felújítása vonatkozásában, és hát ne menjünk el nyilván szó nélkül amellett sem, hogy lesz egy országgyűlési választás tavasszal, ami azt jelenti, hogy a jövő év első hónapjai azok biztos egy választási kampány üzemmódban zajlanak majd a város egészében. Én polgármesterként azt kérem minden jelölő szervezettől, minden politikai pártól és majd a minden jelöltől, hogy egy alapvetést soha ne felejtsünk el, hogy mi a választások előtt és a választások után is itt leszünk és itt élünk majd Székesfehérváron. Nekünk ez az otthonunk, nekünk együtt kell tudni élni februárban, márciusban, ugyanúgy, mint majd májusban és júniusban. A város egységét az semmi nem veszélyeztetheti. Tehát kérem, hogy nyilván hozzátartozik a kampányhoz a vita, de hogy ez ne öncélú vita legyen, hanem annak szolgálatába állítsa mindenki, hogy az emberek ismerjék meg, hogy kinek mi az elképzelése, mit kínál a város polgárainak, és azt soha ne tévesszék szem előtt, hogy egymás személyiségét és a mögötte álló szavazóbázisoknak a tisztességét azt gondolom, hogy tiszteletben kell tartani.
és én próbálok örködni afelett, hogy ez a kampány egyébként, ahogy szerintem a fehérvári kampányok jelentős része, ez országos átlag fölötti kulturáltsági szintet hozzon, és ezáltal ne veszélyeztetse a városnak az egységét. Nekünk ez a közös otthonunk, e tekintetben mindegy, hogy melyik pártra voksolunk, vagy milyen jelöltre voksolunk, Székesfehérvár a mi közös otthonunk, az az érdekünk, hogy ez a város fejlődjön, hogy olyanok képviseljék, akiket becsületesen teszik, és képesek fejlesztési forrásokat hozni Székesfehérvárra. A kampány pedig mindig egy nagy hullámzás, de a választások másnapján is van élet, és arra is egy felelős politikusnak mindig gondolnia kell. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat, áldott ünnepet. Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is mindenkinek áldott karácsonyt kívánok, békés, szeretetben gazdag ünnepet, és aztán pedig boldog, leginkább egészségben gazdag új esztendőt. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, ünnepi beszélgetésekkel természetesen holnap is várjuk Önöket itt a Fehérvár Televízióban.